Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban a tüdő megtisztítására lesz szó, ételekkel, étrendkiegészítőkkel és különböző praktikákkal. Az ipari forradalom óta egyre szennyezettebb a levegő a Földön, az ipari termelés, a gyárak, az autók, a szénhidrogének égetése miatt, ezáltal a légutak fokozott terhelésnek vannak kitéve. A tüdőnk két részből áll, az összsúlyuk felnőtt korban 1,3 kg körüli. Érdekes az is, hogy a bal oldalon lévő tüdőrész felépítése eltér a jobb oldalitól, mivel tartalmaz egy burokszerű részt is, ahol ugye a szívünk helyezkedik el. A tüdőnkben több százmillió alveolusnak nevezett szivacsos légzsákszerű elem van jelen, melyek az oxigén és a széndioxid cserét bonyolítják le a testünkben. Az alveolusokhoz hajszálerek kapcsolódnak, melyek hossza, ha egymás után helyeznénk őket, elérni az 1000 kilométert. Tehát ahogy például az agyban és a szemeknél, úgy nagyon sok apró hajszálér van a tüdőnknél is. Az is egy érdekesség még, hogy a tüdőnk képes egyes ízeket is érzékelni, elsősorban a keserűt, melynek lazító hatása van a tüdőnkre. És függetlenül attól, hogy mennyi levegőt fújunk ki kilégzéskor, a tüdőnk kb. 1 liternyi levegőt mindig visszatart. Fontos, hogy a tüdőnk tiszta legyen és hatékonyan tudjon működni, mert ettől függ elsősorban a testünkben lévő oxigén mennyisége, ami ha nem elegendő, az negatív hatással van az összes szervünkre. Nézzük most meg azt a 13 legfontosabb lépést, eszközt és ételt, amelyek segítenek abban, hogy a tüdőnk tiszta legyen, hogy hatékonyan tudja végezni a feladatát, és amelyek segíthetnek a különféle tüdőbetegségek esetén is. Először is célszerű a legfontosabb szennyező anyagokat visszaszorítani, illetve kizárni, melyek közül 5-öt emelnék ki, a cigarettafüst, a nagyvárosi levegő, a műanyagokból a levegőbe kerülő vegyületek, a háztartási vegyszerekből elpárolgó anyagok és az építőiparban használt egyes vegyületek, például az oldószerek és az aszbeszt. Ha valamilyen tüdő problémánk van, fontos, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben kizárjuk a környezetünkből. A második a légző gyakorlatok. A légzés gyakorlására azért van szükség sok esetben, mert alapszinten csak egy részét használjuk ki a tüdőn kapacitásának, ezért úgy is mondhatjuk, hogy ellustul. A legjobb gyakorlatok a diafragmás légzés és az egyszerű mély levegővétel, de sok más légző gyakorlatot is találsz a keresőben, vagy ott van a pránájáma is. A harmadik lépésben a bogyós gyümölcsök bevitelét lehet megemelni a táplálkozásban, melyek ugye tele vannak antioxidánsokkal, melyek jó hatása vannak a tüdőnél lévő apró hajszálerekre, növelik azok rugalmasságát. A tüdő számára a legjobbak a fekete áfonya, a tőzeg áfonya, az acai bogyó, az eper és a málna. A negyedik a vízbevitel megemelése, ami segít a tüdőnél lévő nyálka gyorsabb távozásában. A legjobb a desztillált víz, amit ihatsz, illetve párasító készülékkel is lehet javítani például a házban a levegő állapotát. Az ötödik a rendszeres kardioedzés, azaz ha rendszeresen megdolgoztatod a szívedet és a tüdődet. Ha jó állapotban van a tüdőnk, akkor megerősítésének legjobb módja, tehát hogy még erősebb legyen, ha rendszeresen megterheled futással, kardioedzésekkel. Hatodiknak az omega-3 zsírsavakat említeném meg, mivel jó gyulladáscsökkentők, így a tüdőnél lévő esetleges gyulladások visszaszorításában is tudnak segíteni. A legjobb omega-3 források a halételek, a krillolaj, a halolaj, a csukamájolaj, a dió, a csiamag és a lenmag. Hetedik lépésben az olajfalevőből készült préslét lehet bevetni. Az olajfalevőből készült kivonat, amit italformában lehet kis adagokban fogyasztani rendszeresen, nagyon jó gyulladáscsökkentő, segít elpusztítani a tüdőben a kórokozókat. Érdemes a terápia részévé tenni olyan súlyos problémák esetén is, mint a COPD. Az olajfalevél megfázásos betegségek esetén is jól tud működni, nagyon jó immunerősítő, illetve sokkal magas vérnyomás csökkentő hatásokat is tulajdonítanak neki. A nyolcadik javaslatom a Cordyceps gyógygomba. A Cordyceps először is meg tudja emelni a tüdő kapacitásunkat, másodszor abban is segít, hogy könnyebben lélegezzünk, és nagyon jó asztma, illetve hőrkurut esetén is.
A cordyceps lényegében abban segít, hogy több oxigénhez jusson a tüdő, így például sportolóknak is előnyös az alkalmazása. A kínai sportolóknál igen elterjedt ennek a gyógygombának a használata, amit a legegyszerűbb kivonat kapszula formában bevinni rendszeresen. A tüdőállapotjavítás 9. lépésben a mikroalgákat célszerű bevetni, a spirulinát és a klorellát. A klorella alga elsősorban gyulladás csökkentő hatásaival segíti a betegeket, míg a spirulina az allergiával összefüggő tüdő problémák esetén lehet előnyös. Ez a két alga nagyon jó méregtelenítő, támogatják a testedet abban, hogy hatékonyabban távolítsa el a káros anyagokat, például abban az esetben, ha hosszabb ideig fokozott tüdőkárosító hatásoknak voltál ugye kitéve. A 10. a Pelargonium sidoides, vagy másik nevén a dél-afrikai muskátli, amelyből kapszulázott kivonatot lehet szedni, bár jelenleg úgy tudom nem nagyon kapható hazánkban. Ez a növény nagyon jó akut bronchitis és köhögés ellen, hatásos ordugulás esetén is, illetve javítani tudja a tüdő funkciókat. A 11. a Coleus forcochli, vagy másik nevén az indiai hársfacserje. Ez a gyógynövényt is kivonat kapszula formában lehet bevinni, és elsősorban asztma esetén érdemes szedni a belőle készült kivonatokat, készítményeket. 12. három fűszert említenék meg, melyek elsősorban gyulladást tudnak csökkenteni, illetve fertőtlenítő hatással is bírnak a tüdőre, a fokhagyma, a gyömbér és a kurkuma, tehát ezekből célszerű rendszeresen enni, inni az étkezések során. A 13. és egyben utolsó pedig az N-acetilcisztein, ez egy erős antioxidáns aminosav, ami a glutation termelődését növeli meg a testünkben. Ez az anyag kapszulázhat ételkiegészítőként vagy porformában is kapható, és javítani tudja a tüdő funkciókat, segíthet tüdőgyulladás, illetve COPD esetén is. Mivel a tüdő jelenti a kapcsolatot közöttünk és a külvilág között, tehát aközött, hogy én és nem én, ezért kapcsolati, kapcsolódási és kommunikációs problémákra utalnak a tüdőproblémák, például gátolva van a kommunikáció, vagy elzárkózunk a világtól, a többi embertől, vagy hiányzik a nyitottság belőlünk arra, hogy a többi emberrel kapcsolatot létesítsünk, esetleg nem tudunk kiegyensúlyozottan kommunikálni másokkal. A tüdőrák esetén elfolyulás történik a kapcsolatok és a kommunikáció terén, például ha nem tudunk befogadni bizonyos eszméket, vagy embereket az életünkben. Ezért is jelentenek a tüdő problémák Merkurral kapcsolatos problémát, tehát ha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Összefoglalva még egyszer a 13 tüdőállapot javító, tüdőerősítő lépést: visszaszorítani a káros anyagokat, a légző gyakorlatok, a bogyós gyümölcsök, az elegendő tiszta víz, a kardioedzések, az omega 3, az olajfalevél préslé, a cordyceps gyógygomba, a spirulina és a chlorella algák, a pelargonium sidoides, az indiai hársfacserje, három fűszernévény, a fokhagyma, kurkuma és a gyömbér, és az N-acetilcisztein. Ez volt az én véleményem a tüdőtisztításról és a megerősítésről. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked vele segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!